Maria. Brenda. Brenda felvétel. Matt. Oké. Okay. Sanyi. Hang. Megvan? Jó. Csapó 1. Surprise, motherfucker! Már megint Kitty termékek a videósbolt.hu oldalon. Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit, itt Kitty ismétetem, visszatértem egy újabb videóval, pontosabban egy storytime-mal. Nagyon rég volt storytime, kicsit gondolom furcsáltátok is, amennyi sok szar szokott velem történni, és egyéb kellemetlen szituáció. Oh boy, igen ám, van pár sztori. Történt pár dolog. Vegyétek kézbe az illatos kávét, kakaót, teát, ugyanis gyerekek, ez forró lesz. A mai témánk nem más, mint egy nagyon jól ismert üzlet, bolt, a Spár. Kollégium az ez a legközelebbi bolt, ahol lehet venni olcsó WC-papírt, budzsit kávét és mit tudom én, pudingos péksüteményt. De hogy milyen tapasztalataim is vannak a Spárral, tulajdonképpen fiúk, most hozzátok szólok. Próbáltatok már publikus helyen felcsípni egy lányt? Tudjátok, esetünkben a Spár. Nem? Még nem? Biztos, hogy nem fog menni! Főleg akkor nem, hogyha több fül tapasztalja a kis próbálkozásotokat. Esetemben már ott álltam a kasszánál, ugye, ahol le kell tenni a kis cuccokat ott a futószalagra, így hívják? Brenda! Brenda, futószalagnak hívják? Na, hagyjuk, te buta vagy. Mögöttem állt egy 34-35 év körüli úriember, és mögötte pedig egy hölgyemény. Itt jön az érdekes rész. Fültanúja voltam annak, ahogy az ember bepróbálkozik ennél a hölgyeménynél. A lényeg, hogy tulajdonképpen nem hallottam, hogy hogy indult ki a beszélgetés. A lényeg az, hogy felszerette volna csípni a hölgyeményt. Sajnos a sztoriban nem lett happy end, ugyanis a hölgy mondta a férfinak, hogy a férjem kint vár. Neked is fájt. Viszont a Pali nem állt le! A Pali! De azt mondta, hogy ez nem akadály. Ő csak egy randit szeretett volna Valentin napra, tudjátok? Csak egy randit. Részvételem egyébként az illetőjét, valószínűleg már nem él köztünk, szerintem a hölgyemény férje döggé verte. Sajnos neki is csak a temetkezési vállalkozó jutott Valentin napra. Ez a legnagyobb félelem, hogy mögöttem vannak egy csomó, és történik valami a kasszánál, és ilyen volt például, amikor kinyílt az esernyőm. Az esernyőm biztos úgy érezte, hogy most én vagyok a Mary Poppins, nem tudom. Tudjátok, tipikus kolli szökevény, már akkor este felé volt mackó, nadrág, nómeltartó, ilyenek. Kolli szökevény. Egyszer történt meg ez az eset, stb. Nem kívánom, hogy megtörténjen. A lényeg az, hogy túlszámítottam magamat. Tudjátok, mikor eltervezitek, hogy veszek ilyet, veszek olyat, nagyon fincsi, ám de nem üti az apró. Na akkor mi van? Gondolom, akkor túl kevés pénzt vittem, tehát mindig kicsit többet viszek, hogy ne kerüljek még egyszer ilyen helyzetbe. Az az intenzív pillanat, mikor ott állsz, számolja az aprót az eladó, rád néz, még kell egy 10 forintos. De hát mit ad Isten? Nincs 10 forintos. Sem más forintos. Várod, hogy jöjjön a vezető, addig az emberek ott állnak mögötted, vannak vagy 20-an. Én csak egy kis sósmogyoróz akartam. Tészta bundában. Baszab is volt. De hát... csak egy 10 forintos. Annyira zavarban szerintem publikusan nem voltam, tehát... ott állnak az emberek, nézik, hogy úristen, ő most sikkasztott. Mondanom se kell, hogy akkor még gázabb, mikor egyedül vagy, mert hogyha ott van veled valaki, akkor esetleg ki tud segíteni azzal a 15 forinttal. De mikor ott vagy egyedül, nézel a semmiben, nézed az eladó kielégült fejét, hogy na végre, jól elkaptalak. Don't look at me! 10 forint! Ja, egyébként van még egy ilyen spáros kasszás dolog, ez pár hete történt. Fizetek a kasszánál, és ugye hát már megszoktam az eladókat, tudom, kik az eladók. Megyünk minden pénteken bulizni, tartszól tudom már, hogy blablabla, ő itt szokott lenni, ő ott szokott lenni, ő lassabb, ő gyorsabb, ő egy csicska, ő menő. És a pillanat, mikor az eladó oda suttogja nekem, hogy nem akarok itt lenni. Na akkor mi van? Haza akarok menni, nem akarok itt lenni. És ilyenkor átmegy az agyadon, hogy mit csináltak veled? Lehet megmenthettem volna egy emberi életet, azóta nem nagyon láttam ezt az eladót.
jövök értetek, segítek nektek, adjatok morzejeleket. Tudjátok, én egy olyan hős vagyok, aki nem köpenyt visel, hanem mackón a drágot. Volt már tapasztalatotok a biztonsági őrökkel a spárba? Mostában nagyon rá vagyok kattanva a tára, tudjátok, a kis filterek, kivágom, te a fület kiszórom, felszívom, te a délután a csajokkal. Tehát olyan bután csináltam egyébként, mert minden szar filtert megveszek, minden szar ilyen telt. Tehát látom, ó, ez olcsó. Tehát ott álltam a spárban, nézegettem a tákat, hogy miért vegyek, akkor vettem az első dobozt, azóta már van 4. Egy idő után ott állt mellettem, de ezt úgy képzeljétek el, úgy állt ott mellettem, mint most nekem így Vilma. A kis perverz azt hitte, hogy én is egy árucik vagyok, akit őrizni kell. Drága árucik lennék. Legalább 250 forint. Mi van? Az a kolisoknak egy vagyon. Becsülj meg! Utoljára tartogattam a sokkoló sztorit. Visszagondolva ez tényleg para. Tehát a lényeg az, hogy én vasárnap szoktam viszonylag sötét van már olyankor, tehát ilyen 5 óra körül szoktam indulni a buszmegállóba, és ugye télen akkor már sötét van. És amikor odaértem, senki nem volt a buszmegállóba, hanem mindenki a váróteremben volt. Ugye, ami távolabb van ott a, onnan, ahonnan megy a buszom. De tényleg a váróteremben is voltak vagy 3-an. Itt jön az izgi része, guys! Be prepared! Annyit látok, hogy a sarkon befordul egy hajléktalan, nem volt magyar, hajléktalan volt, látszott a külsején, piszkos volt, stb. Átfutott az agyamon, hogy na most mi lesz? Oda néztem, kicsit oda néztem, fél szemmel, hogy most akkor ő hova megy, mint megy, és jött felém. Jó, akkor már kicsit izultam. Hát mondom, lehet ő is jön Egerbe, Halloween party. Mondjuk az kicsit régen volt, de mögöttem volt, megfordultam, hát láttam, hogy leszólított. Ő így ott állt mögöttem. Elnézést, szép hölgy. Tényleg nem akarok zavarni, és tisztességesen meg szeretném kérdezni, hogy van-e egy kis aprója, élelmiszerre kéne? Tehát ilyenkor mit tudnál csinálni? Ketten vagytok a busz megállóba. Te lány vagy, ő pedig magasabb nálad, és szélesebb. És azért valljuk be, 180 centi vagyok, a pali volt 190. Mit tudsz csinálni? Ne vegyétek ilyenkor elő a pénztárcátokat. Hogyha nincs a zsebetekben pénz, amit tulajdonképpen nem kéne neki adni, mert minden bizonnyal neki nem kajára kell majd ez a pénz. Mivel ketten voltunk a buszmegállóban, nem mertem neki azt mondani, hogy figyelj, nem adok neked pénzt, mert büdös vagy. Kiveszem a pénztárcám, hogy adjak neked egy 10 000-est. Tartott ő a távolságot, belenyúlsz a zsebeidbe, közben nézed, hogy mit csinál, nehogy láss valami kis gilisztát, vagy ilyeneket, mert akkor futsz. Akinek tudnia kell, hogy mire gondolok, az tudni fogja. Ha giliszta van, futsz. Tehát mit csináltam én? Beletúrtam a zsebeimbe, oké, apró. Kivettem egy 200-as, ami egyébként egy bucsit kávé ára. Oda nyomtam a kis koszos mancsába, ami... Tehát tényleg nagyon koszos volt a keze. Szerintem azon volt lepra, hepatitis, AIDS, H1N1, ebola. Azon a kezen szerintem minden volt. Jó, mondom, hagyj békén, léci, itt a pénz, itt a 200 forint, menj, vegyél bucsit kávét, nem érdekel. Tehát egyébként még azt is megkérdez, hogy van-e még több pénzem, amit tudok neki adni. Mondom, jó, figyelj, ennyi. Na, itt jön a nagy csavar, gyerekek. Ez megtörtént vasárnap, kicsit rosszul éreztem magam, mondom, tényleg kellett volna neki adnom pénzt, mert tényleg szívesen segítek ilyen, tehát rászorulóknak, de ezen látszott, hogy tehát azért gondolom, hogy nem. Tehát az ilyen gondolom, hogy nem élelmiszerre költi a pénzt, mert hogyha tudnám, hogy tényleg kajára, akkor szívesen adom oda neki, de jó, mindegy, hagyjuk. Anyukám írta nekem 2 nap múlva, hogy vasárnap, azaz azon a napon, mikor ez az ember kunyerált tőlem pénzt, azon a napon vasárnap, hajnalban, egy hajléktalan, nem magyar nemzetiségű ember, 30 év körüli, agyonvert egy férfit, mert nem adott neki pénzt. Na akkor mi van? Mert mi van, hogyha nem adok neki pénzt? Akkor már lehet, hogy monoklival csinálnék videókat, félkarral, meg műlábbal. Nagyon vigyázzatok az ilyen emberekkel sötétbe, ne menjetek egyedül sehova. Mondhatni talán egy hajszálon múlt. Hiába ment kárba a budzsit kávé ára, legalább élek, mondjuk még mindig félek. Rímelünk? Húha, megint megy a rímelés. Az irodalom mívelés. Nem tudok a szavakkal bánni. Lehet, be fogok hányni.
Ezzel a sztorival itt befejezném ezt a videót, gyerekek. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett nektek. Ha igen, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Hamarosan jövök a következő videóval. Vigyázzatok, kikkel álltok szóba. Vigyázzatok magatokra. Igen. Nagyon szeretlek titeket, legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!